Falunapot minden év szeptemberének első szombatján rendezik meg. Az esemény közkedvelt szórakozásnak számít nem csak az egész falu, hanem a környéken élőknek is, tájékoztatott Bíró Szabolcs polgármester. A mai rendezvény 41. alkalommal tartjuk meg a Felsőnánán szokásos béketúra elnevezésű rendezvényünket, ami egyben a falunap is, és remélhetőleg az idő is kedves hozzánk, és nincs az a nagyon meleg se, eső sem fog esni, és igazából próbáltunk egy olyan programot összehozni idén is, ami a megszokottakhoz képest ugyanúgy nagy tömeget fog vonzani, és minden érdeklődőnek az igényét ki fogja tudni elégíteni. Van kézműves sátor, és a körhinta, ugrálóvár, de ezen kívül a megszokottakhoz képest most idén nem igazán terveztünk, mert azt vettük észre, hogy ez a körhinta, meg az egyéb nagy területen lévő dolgok a gyerekeket annyira leköti, hogy nem nagyon vesznek részt ezeken a gyerekprogramokon. Rendezvényen mindenki megtalálta a számára tetsző programot, volt légvár, körhinta, célvölde. A délelőtt az úgy szokott zajlani, hogy a főzés, sportesemények, vetélkedők, esetleg kisebb programok vannak, de ez a bemelegítés része, és akkor utána a délután szokott lenni a színpados fellépők, műsorok. A főzőversenyen idén a pörkölt volt főszerepben, több csapat is megmutatta tehetségét. Éppen most körmöt főzünk előre, és akkor utána még kap egy kis hús, meg egy kis füstölt sonkát. Jó gyorsan igyekszem, déli kész legyen, ha lassan puttyogtassuk, hogy finom legyen. A szívünk meg a lelkünk, az a titok. Meg a baráti társaság, persze, hát azért az kell hozzá, ahhoz, hogy jó legyen. Őzet főzünk, serpliszombbal, körömmel, füstöltarjával, só, bors, paprika, benne hús. Én nem mondjál, hogy főzünk, akkor megtanuljál. Benne hús, megkevergetve, pörgetve, és remélem, hogy nagyon finom lesz mindenkinek. Szeretnénk bulizni, jó szórakozni, mindent csinálni, és jól érezni magunkat. Minden évben tartjuk itt a bulit, tehát barátokkal, haverokkal. Felsőnán a Jövője Alapítvány szervezett első alkalommal hagyományőrző napot. Kiváló szórakozási lehetőséget biztosítottak a szervezők, lehetett ijászkodni, lovagolni, meg lehetett ismerkedni a kovács és ötvös mesterséggel, a nomád életmóddal is. A vármegye közepét jelző szobornál koszorúkat helyeztek ki, illetve helyi csoportok is felléptek.